Ebben az esztendőben, augusztus 14-én a Harukken János Középiskola, valamint a Szabadkígyósi közösség egy közös rózsa metszési akciót szervezett. Ennek az apropója az volt, hogy több mint 800 gyönyörű rózsatő került újra a kastélyparkba. A Harukken János Középiskolában a TÁMOP 3.3.9-es pályázat keretében felnőttek képzése történik, ahol pargondozói szakot is tanulhatnak a felnőttek, és ezért a Szabadkígyósi kastélyparkba került sor a rózsatöveknek a megmetszésére, ahol is a felnőttek gyakorlat keretében sajátíthatták el a mesterségnek a fortéjait, és ebből a nemes kezdeményezésből egy olyan csapatmunka születhetett, hogy gróf Wenkheim Lászlóné, Csáki Ilona is a segítségükre sietett, és így együtt metszették meg a diákok és a grófnő a kastélyparkba telepített új rózsatöveket. Mivel ezen képzés keretében gyorspékségi munkásokat, valamint gyorséttermi eladókat is képzünk, a képzésnek a vezetője Labos Edit megszervezte, hogy ők is részt vehessenek ezen a gyakorlaton, amikor is egy bográcsost főztek, és amikor a rózsametszése elkészült, egy estebéden közösen ültek le diákok, tanárok és a grófnő, és együtt fogyasztották el ezt az elkészített ételt. Lesz még ennek folytatása? Bízunk benne, hogy lesz, hiszen a parknak jó, hogyha értőkezek ápolják és gondozzák, habár az önkormányzat vezetése mindig is nagy gondot fordított a parknak a tisztántartására, de én úgy gondolom, hogy együtt még többet is tehetünk, és még szebbé tudjuk varázsolni a környezetünket, amely nem csak a szabadkígyósiaknak ad örömet, hanem az ország minden részéből ide látogató vendégeknek is. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen!
második nap.